sportosat. Irodónk vendége Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke, valamint Molnár Boglárka, ifjúsági EB bronzérmes súlyemelő, aki szintén ott lesz augusztusban az olimpiai ifjúsági játékokon. Szervusztok! Gratulálhatok, ugye? Ezért gondolom ez nem volt könnyű, hogy egy súlyemelő is ott lehessen az ifjúsági olimpiai játékokon. Hát ez most azt lehet mondani, könnyű volt, mert nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöksége döntött úgy, hogy a boglárka az kén lehet. Hát egy női versenyző, és akkor az edzők azok egyhangulag őt szavazták meg. Fönnállt az a sajnálatos eset, tudtunk volna nagyon könnyedén kvalifikálni, ezt akkor kiszámolták az edzők, hogy egy-két klub nem küldte el a versenyzőjét az ifjúsági Európa-bajnokságra, ezzel akadályozták a sportolókat, ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, és ezáltal megfosztották a magyar versenyzőket attól, hogy kikerülhessenek az ifjúsági olimpiára. Itt két versenyzőnk is, egy fiú és egy lány is kikerülhetett volna minden további nélkül, ha azok a versenyzők ott vannak, akikre szükségünk lett volna. Ezt érzékelte a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, és a doktor Aján Tamás javaslatára döntött úgy, hogy egy női versenyzőt szívesen látnak az ifjúsági olimpián. Miért nem engedték ki a versenyzőket a klubok? Hát szerintem ez egy óriási sportszerűtlenség volt. Mivel Ö... magyarázták? Semmivel. Nincsenek is kapcsolatban a Magyar Súlyemelő Szövetséggel. Most egy kicsit kezdenek már visszatérni. A Magyar Súlyemelő Szövetség versenyrendszerében sem ö, vettek részt. Egyszerűen sértődöttek voltak, ugye lehetett hallani, hogy ö, Tavaly év évvége felé, meg meg idén tavasszal itt próbáltak egy egy pucsot előkészíteni, és hát nem sikerült nekik, mert végeredményben a többség arra az álláspontra helyezkedett, hogy rendnek kell lenni, ezt képviselték, és őket miatt megsértődtek. És ennek itták meg most a levét a fiatal versenyzők hát egy ö, fiú versenyző itta meg a levét, nagy valószínűségek kettő közül kerülhetett volna ki, a kisújszállási Rácz László, el kell, hogy mondjam a nevét, őt nem engedték ki az Európa-bajnokságra, pedig ő neki nagyon nagy esélye lett volna, hogy az olimpiára kiosson, vagy a Mikovics Attila, ő, ő nyíregyházi. Ő kettőjük közül mehetett volna ki. Szerencsére a lányok közül, aki a legjobban megérdemelte, az a Boglárka, ő mehet. Mivel érdemeltet ki Boglárka? Hogy érzed? Szerintem a rengeteg munka, a küzdés. Hát küzdöttünk érte rendesen azért. Nagyon sok munka mögöttem van, tehát ez Egyszer az EB bronzérem sem egy rossz Így hogy van, levél, nem? Ezt gyorsan hozzá, tehát azért Igen. eredmény is van ott, nem csak a sok munka. Igen. Hogy állsz most az eredményeket, a súly eredményeket nézve, rangsorban, úgy korosztályodban, hogy hol a helyed most? Olimpián? Hát, hát itt ezen például, igen, mondjuk az ifjúsági olimpián. Hát nagyon remélem, és nagyon is szeretnék pontszerző helyen végezni. És ö, úgy gondoljuk, hogy erre mindenféleképpen képes vagyok, hogy pontszerző helyen végezzek az olimpián, az a legfontosabb. Az a cél akkor. Igen. Akkor az eddigi eredményeid ö, azt mutatják, hogy erre reális esélyed is van akkor. Igen. Így van ez? Én úgy gondolom, hogy ha már ő a tízbe be fog kerülni, akkor az nagyon jó lesz, mert a saját súlycsoportját nézzük, akkor tényleg reális esélye lenne arra, hogy pontszerző legyen. De az ő súlycsoportjában most összevonnak három súlycsoportot, a 69 kilót, a 75 kilót és a plusz 75-öt is összevonják, és ő neki három súlycsoporttal kell versenyezni, ahol azért nagyon-nagyon jó versenyzők vannak. És ott már azért a tíz közé kerülés az óriási nagy teljesítmény, ezt várja tőle a Magyar Olimpiai Bizottság, és az edzője is azt mondta nekem, hogy a boglárka ott lesz, az edzője a nyolcadik helyre. Uh -huh tartja jónak. Én úgy gondolom, hogy a tízbe lesz, és ezt a álláspontot képviseli a Magyar Olimpiai Bizottság, és akinek pont most tegnap beszéltem az utánpótlás igazgatójával, a Tóth József úrral, és ő nagyon meg lenne elégedve azzal, hogyha a Boglárka a tízbe lenne. Ehhez hogy érzed, Mikkel? Azt kell hoznod, amit eddig tudtál maximálisan, vagy egyéni csúcs döntés is kell? Egyéni csúcs döntés. Mindenféleképpen több. Benned van? Igen. Igen. Szuper. Mikor voltál versen hm, utoljára? Most a hétvégén, Kazincz Barcikán, az olimpiai reménységek versenyén. És jól ment? Hát nem mondanám, hogy jól ment, mert sajnos a derekam megsérült, de rajta vagyunk a héten, hogy helyre hozzuk. Végül is összességében annyira nem volt rossz. Nem végzetes ez a sérülés. Nem, tehát ez, nem, nem. nem. Kezelhető, ugye? Így van Igen. Igen. még idő. Igen. 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 Igen, Mikor utaztok ki? Medikerben? Már a augusztus? 16. A... Tehát augusztus közepe végeredményben. Hát a mob fogja pontosan beütemezni ugye az indulás napját. Ez attól függ, ugye, hogy hogy találnak a repülőgépet, Igen. mert szeretnének közvetlenül utazni Nanjingba, nem szeretnének átszállni. Erre van is lehetőség. Miért rátérjük a Kazin versenyre előtte egy pár szót. Ki is ez a Molnár Boglárka? Hogy lehet egy súlyemelő? Ö, elköltöztünk kisbérre, és oda jártam általános iskolába. Az ember azt hívni, aki kisbérrel lakik, az, az lovas ember lesz. Nem. A nagyja igen. Ugye? Igen. Nem, oda jártam általános iskolába, és az iskola egyben van a sportcsarnokkal, ahol valami edzőtermünk, és az egyik osztálytársam járt sújtam elni Dezsőbához, aki az én edzőm, és akkor bemutatott Dezsőbának, Bának, bevitt hozzá, és én így ott ragadtam. Jó, de hát akárkit nem lehet bevéni, azért valami affintás kellett, vagy érzelem, hogy... Nem? Tetszett nekem már régóta a uh -huh. sportág, mindig néztük a tévében, EB-ket, vb uh -huh. Mondtam, hogy majd, ha nagy leszek, én is súlyemelő leszek, és igen? majd látni fogtok a tévében. Igen. Családban volt súlyemelő? Nem. Senki? Nem, senki. De te meg így születte, hogy érdekelt téged? Tetszett? Hát mert ugye a tévében is nézted mindig, mielőtt súlyemeléssel foglal. Hány tetszett. éves voltál, mikor levittek az edzőterembe? 12 és fél szerint akkor csak a gének meg kellett, hogy hozza, hiszen még, még annyira gyerek volt, és már előtte is nézte, hogy és ilyen szülői hatás nem volt. Nem. nem? Így van. Hát ő még most is ugye nagyon fiatal, hát ifjúsági korú. Nincsen nincsen 17 éves a boglárka. Úgyhogy szerintem nagyon szép pályafutás áll előtte, és főleg azzal a mentalitással, ahogy ő ezt csinálja. Persze ehhez kell egy olyan edző is, és kell hozzá egy olyan szakosztályvezető is, aki ezt kihozza belőle. Súlyemelés, akkor semmi más. Nem is tudtak elvinni téged, hogy lovagoljál? Nem, táncoltam előtte. De Na, és a táncoltam? elköltöztünk, és így vége lett. Kész vége? Igen. Meg így súlyemelés mellett nem tudtam volna csinálni. Inkább ez volt, ami, ami felé húzottam. Jobban érdekelt így. Látszik is. Szereted akkor a igen, akkor. igen, igen. Csak edzések edemes súlyt, vagy edzések mellett is gyakorolsz, tehát néha még plusz munkát is végzel? Igen. Igen? Igen. igen. Na, lelkes fiatal. Hát nem lehet előrébb lépni anélkül. Tehát ezt, én annak örülök, hogy most már van több olyan fiatal, aki látja ezt, hogy munka nélkül nem megy. Tehát sokan azt hitték, hogy heti két-három edzéssel el lehet érni egy szintet. Valóban el lehet érni, még akár magyar bajnoknak is lehet lenni, de a nemzetközi szinten heti két-három edzés kevés. Tehát sokkal több kell lennél, most már ezt látják, csinálják, és szerintem egymást húzzák előre, nem csak a lányok, hanem a fiúk is. Én mindig mondom, hogy kicsi a merítési lehetőség, mert nem egy tömegsportág, de annyira fantasztikus, lelkes fiatalok vannak, hogy jó megnézni a versenyeiket, és, és szerintem óriási támogatottságuk van, hiszen az Olimpiai Reménységek tornájának is, ugye a Harak Péter úr volt az egyik fővédnöke, ugye a KDMP frakcióvezető, és a másik fővédnök a borka is volt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. És hát nekünk ez rendkívül megtisztelő volt, és ezt viszonozták is a fiatalok, hiszen a Visegrádi Négyek tornáját a fiúk megnyerték, a lányok csak azért lettek másodikak, mert a boglárka sérüléssel bajlódva sírva ment ki súlyt emelni. Én már meg nagyon meg voltam ijedve, hogy hát nem is fog tudni súlyt emelni, és ő összeszedte magát. És a harmadik gyakorlatát igaz, hogy a dobogon sírva, de megcsinálta azért, hogy. a jó gyakorlat. Így van, és a csapat ne essen ki, és így másodikok tudtak lenni. Nem semmi. Jó volt ez a barcikai verseny? Szerintem nagyon jól sikerült verseny volt. Előtte megel, megelőzte egy európai Masters-Európa-bajnokság, ami ennek a főpróbája volt. Az is nagyon jó volt, és itt nagyon nagy dicséretet kaptunk a többi résztvevő országtól. Nagyon jól érezték magukat, óriási verseny volt. A fiatalok különben mindig nagyon oda teszik magukat, tehát nagyon nagy presztízsnek tartják. És aminek én külön örülök, hogy Hát a fiúknál akkora verseny volt, hogy az utolsó gyakorlattal dőlt el végeredményben a magyar csapat javára a győzelem, a Simon Bence, aki Akartam most... Akartam is a... kérdezni, hogy Simon Bence ott volt? Indult? Így van. Ugye előtte pár hete, ugye junior világbajnokságon indult, és ugye értékes pontszerző lett, nyolcadik lett. Így van. És ennek ellenére elindult. Sőt, Sőt, a világbajnokságról jött haza, és a világbajnokságról közvetlenül oda ment az edzőtáborba, Ózdon volt mm -hmm. előtte a szomszédba az edzőtábor, Igen. és onnan jöttek Kazincz-Barcikára, de hogyha jól tudom, akkor a boglárka is ugye ugyanezt csinált, hogy hazajöttek a világbajnokságról Kazanyból, és már onnan mentek. Szerintem óriási nagy dolog volt, és egyéni csúcsot kellett emelni megint a Bencének, tehát most többet emelt, mint a világbajnokságon, ezzel a teljesítményével, például a szakításban, negyedik lehetett volna a, bajnoksá, a világbajnokságon, ahol most nyolcadik lett, mert ez kellett hozzá, és úgy látszik, hogy kihozta belőle ez a verseny. Nem volt elég önbizalma korábban Bencének? Dehogy nem. De hogy nem. De most egy olyan helyzetbe kerültek, hogy ezt mindenképpen meg kellett csinálni, és hát mindenki azt mondta, hogy hát erre ő képes, de egy világbajnokság után biztos, hogy nem fogja tudni megcsinálni, és ő megmutatta, hogy igen, ő a magyar csapat érdekében, és pont itt ez volt a nagyon fontos, hogy ezek a, én nyugodtan mondhatom már, hogy gyerekek úgy összeálltak és úgy összefogtak, hogy annak köszönhető ez a siker. És itt ki is kell emeljem a többieket is, tehát ne csak a Simon Bencéről beszéljünk, aki tényleg azt lehet mondani, itt a magyar súlyemelésben most már egy élsportoló, hanem ki kell emelni a Fekete Ádámot, aki Tatabányáról jött, nagyon jól szerepelt, akkor azt a Mikovics Attilát, aki nem, esetlegesen nem kerülhetett ki az ifjúsági olimpiára, tehát egy olyan jó csapat volt, hogy fantasztikus. Hát a lányokon azon teljesen meg voltam döbbenve, ott volt a polgár Mirjam, ő kim volt különben a <coughs> világbajnokságon, ő neki is egyéni ő, csúcsot kellett teljesíteni most a második helyhez is, megcsinálta azt is, akkor ugye a Bogi, és két óriási fiatal fölfedezett volt, én ennek örülök a legjobban, volt egy kislány, az Irmai Vivien, ő tatabányai, még igazi súlyemelő, Mezese volt neki, közvetlen a verseny előtt adtunk, uh -huh. és hát a csapat húzó erejének bizonyult teljesítménybe is, harmadik lett különben a lányok között, tehát a magyar uh -huh. lányok között fölkerült a harmadik helyre, és a szurkolásba is. Uh -huh. És ezen kívül van egy 14 éves kislánya, Pákozdi Éva, ő szerintem óriási tehetség, ő is már volt ki ifjúsági Európa-bajnokságon, de hát még nagyon fiatal. És aki még nagyon tetszett nekem, a Kocson Réka, ő egy Pécsi versenyző lány, ő is fantasztikusan szimpatikus. Tehát én úgy érzem, hogy a fiatalok között most nagyon jó csapat van. Komolyan neheze? Megtartani őket. Ez a legnehezebb. Én bízok benne különben, hogy a klubok meg fogják tartani. Nem fog olyan előfordulni, mint most tavasszal is volt. Volt egy nagyon tehetséges másik kislány, a Bogi tudja, hogy körül van szó, ez a Szabó Dominika, ő is 16 éves volt, ha ő kim van, akkor a, biztos, hogy, a, hogy a, a Bogi is simán kijut a, a ifjúsági olimpiára, de ő azt mondta, hogy versenyek előtt talán egy vagy két hónappal, hogy hát ő neki Megtetszett egy fiú, és ő ennek érdekében abba hagyja a súlyemelést, és fogta magát, és úgy, ahogy volt elbúcsúzott a súlyemelést a 16 éves korába. És a bog is ezt mondja? Nem. Nem? Nem. Nincs olyan fiú, aki el tudna téged a sporttáktól tántorítani? Nincsen. Nincs? Nincsen. Igaz az, hogy olimpiai aranyérmet tűztél ki magad elé célul? Tehát ez lebeg a szemed előtt? Igen. Igen. Hogy ott álljak, és nekem szóljon a himnusz. Na, mit szól hozzá? Hát én? szerintem ez óriási nagy dolog, és ezt így kell. Hát ez különben annak a. Ha az a... belülről jön elnézést, valóban így, akkor meg is lesz, én most mondom. Ez ezt meg én... lesz? Ezt én így gondolom, hogy meg lehet, mert olyan a hozzáállásuk. Tehát amikor én most itt Kazinc Barcikán is bementem az edzőterembe a lányokhoz, és mondtam, hogy hát most már tényleg meg kellene, hogy nyerjétek ezt a ORV-t. Akkor az írmai Vivian az lazán, elnök úr, meg is nyerjük, mi mindent meg fogunk tenni. És így álltak hozzá. És mindenki, senki nem volt megilletődve, senki nem volt beijedve, hanem ők ezt elhatározták, és jól is szerepeltek. Ki a példaképed? Ki az, akire szeretnél hasonlítani egy darabig? Aztán gondolom, hogy lehagyod, és akkor majd te rád akarnak majd később hasonlítani. Van most példakép? Van példakép, ö, több. Súlyemelőnőt is tudnék mondani, aki Magyar? bizonyos dolgok miatt példakép. Mm -hmm. Magyar hölgy is van köztük? Igen. Kruszler Eszter, mondjuk ezért egy olimpiai ezüstérmesről beszélünk. Likerez Gyöngyi, junior ként igen. lett felnőtt világbajnok. És külföldi Lídia Valentin, spanyol súlyemelő. Ő viszont azért a példaképen, mert Hatalmas jó emelőnek tartom, tartom, és így is nőies. Uh -huh. Szerintem ő a ez, legnőies. Ez fontos számodra le. egyébként, hogy megmaradjál nőiesnek? Igen. Egy nő vagyok, úgyhogy uh -huh. nekem nőiesnek kell lennem. Ezért kell neked egy külön edzést is, vagy, vagy hogy tudod ezt megtartani, hogy nőies maradjál? Uh -huh. Ugye hát kell az izomköteg, az kell ahhoz hogy megemeled a súlyt. Az, 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 az más. Mondjuk nincs rövid hajam, nőiesen viselkedek, Ilyen dolgok. Akkor meg jönnek a fiúk. Tessék? Jönnek majd a fiúk viszont. Igen. <laughs> De neked akkor a súlyemelés marad az első. akkor Így van, is. az is lesz. Biztos? Igen. Na, szuper. Igaz az a hír, hogy nem is olyan régen a súlyemelőszövetség engedélye nélkül rendeztek versenyt? Hát. A súlyemelő szövetségnek az engedélye nem kell minden versenyhez, de nemzetközi versenyhez kell. És zajlott most a Magyar Súlyemelő Szövetségnek egy hivatalos versenye a Budapest Kupa az egyik klubunknál, és ugyanazon a néven egy másik klub rendezett egy versenyt, ezzel megtévesztve a külföldi klubokat. Külföldi országok. Ez egy nemzetközi verseny lenne? Nemzetközi verseny. Sok országot mm. meghívtak rá, és hát nemzetközi versenynek is hirdették, ez ott a honlapjaikon mindenhol mm. megjelent, külföldön ezt úgy apostrofálták, hogy hú, micsoda nagy hagyományokkal rendelkező verseny. Erről a Magyar Sőemelő Szövetség nem is tudott semmit, be se jelentették. A Bíróbizottság nem küldött rá hivatalosan versenyzőt. Na most ezt a szövetség ezt fogja vizsgálni, és nagyon-nagyon szigorúan fogunk ezzel kapcsolatosan eljárni. Értesítettük ezzel kapcsolatosan a megfelelő sportfelügyeleti szerveket, már bekértük a bíróbizottságnak a. a bíró küldési tervét, ha egyáltalán volt ilyen, hiszen azokat a bírókat nagyon szigorúan felelősségre fogjuk vonni, akik ilyen versenyen részt vettek, és még ez folytatódik tovább. Ja, de ők mondhatják, hogy megtévesztették őket a rendezők. Ezért végeredményben ki fogjuk ezt pontosan vizsgálni, és hogyha kell, attól sem riadunk vissza, hogy ezt a klubot időlegesen feltételesen bizonyos időszakra kizárjuk a Magyar Súlyemelő Szövetség tagjait. Budapesti Klub, Budapest. így van. Most nevet nem mondanék. Jó, persze, jó, egy addig, addig, amíg a vizsgálat ezt nem tisztázza, hogy ez tulajdonképpen hogy is volt. Addig... De a verseny ugye megrendezték, voltak ott külföldi súlyemelők is. Mindez megjelent az interneten, mm. Facebookon, tehát ez, ez mindenhol megfelelő felvételekkel mm. dokumentálva volt. Tehát ezt meg nem történté -e tenni, nem, nem lehet. lehet. De gondolom a külföldiek nem igazából tudják, vagy tudták, hogy... Biztos, hogy meg voltak tévesztve, és ami ebben a legsúlyosabb, hogy ezzel kizárták a sportszerű felkészülésnek a lehetőségét. Tehát ugye például nem tudott róla a magyar hunadó, ugye, az antidoping csoport például. Nem tudtak doping ellenőrzést tartani. Egy ilyen nemzetközi versenynél hát ez mindig teljesen természetes Igen. dolog, hogy ott vannak, részt vesznek, ez nagyon-nagyon... De akkor még onnan dolog. is még kaphatnak egy kis... Nem. Nem? Nem, nem, nem. On, onnan onnan nem. nem. Ők minket fognak fölkérni ezzel kapcsolatosan, uh -huh. hogy folytassuk le a vizsgálatot. Gálatok. Volt már egy ehhez hasonló dolog. Tényleg, Boglárka, hogy bírod ezeket a vizsgálatokat? Én bírom. Hozzá lehet szokni? Persze. Már hozzá szoktam. Komolyan természetes, nem? Igen, igen. Jönnek, jönnek. Belső után is menni kell. Igen. Ha kijelölnek, akkor igen. Boglárka, mikor érezted úgy, hogy jó sportágat választottál? Meg tudod mondani? melyik verseny után, melyik győzelem után érezted úgy, hogy otthon vagy, ez a te sportágod? Mm, talán a tavalyi ifi után éreztem azt, hogy talán elkezdtem felfelé lépegetni, és itt jó leszek. Na ez, akkor megvan akkor a pont. Igen, hát ez, én, én úgy gondolom, hogy ha még lenne mondjuk 10-20 ilyen mentalitású versenyzőnk, néhány van, de 10-20 sajnos uh -huh. nincsen, akkor nagyon-nagyon könnyű helyzetben lennénk, és akkor olyan csapatunk lenne, aki a világon szerintem mindenkivel föl tudná venni a versenyt, így viszont van pár jó versenyzőnk, azokat meg fogjuk tartani, én bízok benne, hogy a klubok is oda fognak figyelni, mi és az Olimpiai Bizottság biztos, hogy odafigyelünk, hiszen már az Olimpiai Bizottság őt külön extra támogatásba részesítette, sőt, még a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól is kapott támogatást, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mint Gerevics ösztöndíjas, és ő gyakorlatilag figyelemmel van kísérve, és én örülnék, hogyha még legalább lenne tíz ilyen uh -huh. versenyző, és ami talán nagyon jó hír, most beszéltem a mobnak szintén az egyik magasrangú vezetőjével, és ő is úgy gondolta, hogy most az ifjúsági olimpiáig hátra lévő időszakban a boglárka, hogy tudjon még fejlődni, még fog kapni egy kis külön extra támogatási lehetőséget is a Magyar Olimpiai Bizottságtól. Na szuper, megéri akkor, igen, ugye? Jó szépen. Sajnos időnk lejárt, zárásként nagyon röviden. Mi van Nagy Péterrel, Gyurkovicsa? Hogy vannak? Edzenek, készülnek? Ha igen, mire készülnek? Röviden fantasztikus, jól érzik magukat. Erről még nem beszéltünk. Itt van a vietnámi válogatott, súlyemelő válogatott. Pont most itt van a junior világbajnokuk, itt van az olimpiai negyedik helyezett a világranglista negyedik helyezett női versenyző, tehát fantasztikus jó a helyzet, és most érkezett meg az iráni súlyemelő mm. válogatott, őket az IVF hívta meg a Magyar Súlyemelő Szövetségen. Keresztül itt van az olimpiai bajnokuk, lennedzenek a tatai edzőtáborba, Fantasztikus, olyan jól érzik magukat, a hogy A felnőtt keret is ott van. Felnőtt ott ott. Felnőtt keret is így van tudnak együtt készülni, és azon kívül el tudnak lesni egy-két dolgot mm -hmm. ezektől igen. a nagyon Verseny nagy. mikor lesz. Legközelebb a jövő hónapban lesz a prezident kupa, ahová Gyurkovics Ferenc igen, ugye, igen. és Nagy Péter kapott meghívást. Augusztusba? Augusztusban. igen most Akkor előre hamarosan itt van. Előre hozták. az év végén így van, Szukott de lenni. most évvégén ugye sok verseny van, uh -huh. Kvalifikációs Világbajnokság, meg Európa Bajnokság, meg minden, uh -huh. és ezért úgy gondolták, hogy előrehozták, és már megérkezett a meghívó levél személyre szólóan Gyurkovics Ferencre és Nagy Péterre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. További sportosat.